5-5-0-6-3. Szóval itt vagyunk, mert 10 perc és sikeresen elhagyta a József telefonját. Hát majd meg fogod látni, hogy ez a meglepetés a lényege, hogy megtudsz lehetni, és a lényege. Remélem, ennyi mindenkinek elég volt. A repülünk, utazunk, bevezetésből, és hát... kezdjük! Pálinka! Amerikai mindenről. Azért itt álljunk is meg mindjárt egy pillanatra. Fontosnak tartom elmondani, hogy mind Józsi, mind Menyus egy több mint 20 órás repülőút után vannak. Tehát ilyenkor mi az első, amit teszünk? Bizonyám, rágyújtunk egy pálinkára. És hogy valamennyire a becsületet is védjem, nem azért ittam ilyen kislányos adagot, mert nem íz lett volna, hanem mert aznap én voltam a sofőr. Hú, bácsi. Akkor... egészség. Isten, Isten. Hozott benneteket. Köszönjük, hogy fogadtál minket Új-Zélandon. Menyus. Juicy menyus. Egy ajbelte is. Inkább. Ja, megfordul. Szerfűző. Ezt most odaadjuk a rendőröknek. Ennyi, fiam. Egészség. Ez egyébként jó. Nagyon rendben van. Még egy második szippantás. Egészség. That was juicy. Én szedtem hozzá a kajszét. Én magasztam, én szemtésztem. És rendes pálinka főzte ki, aki egyébként nyáron szódás. Zöld veltenim, és... és jöhet a kaja. Jó. Ezt most egyetlen fényképezek én is. Megjött a hal. Jó lesz ez. Jó. Köszönjük szépen, hogy ilyen szép halat fogtál nekünk. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a zsákmányodat, és még nem is akar senkit megbújni közülünk. Egy istenkirályos, frissen fogott szivárványos prisztráng ebéd után, természetesen hozzáillő helyi borra, átcsorogtunk a valódi szállásunkra. Itt ismét minőség ellenőztük a pálinkát, majd Christchurch történelmi belvárosában keveregtünk egyet. Christchurch. Miután csatangoltunk egyet a belvárosban, és minőség ellenőriztünk pár kávézót és sörözőt, visszavászorogtunk a szállásra. Itt, egy gyors pálesz után mindenki nyugovóra tért. Kevesebben sajnálom. Másnap indult az igazi kaland. Köszönjük, hogy az egy két órás repülőre, azzal kezdtünk, hogy elálljunk a paszkét.